Részlet a bevezetésből. A látászavarok manapság jobban terjednek, mint a világtörténelem bármely más korszakában. Ennek számos oka közül a legnyilvánvalóbb a mesterséges fények, főleg a villanyvilágítás megnövekedett mértékű használata, valamint a gyakori tévénézés. Szinte magától értetődik, hogy az elkövetkező években egyre inkább növekedni fog azok száma, akik látászavarokkal küzdködnek. Az emberiség ugyanis ideje javarészét olyan körülmények között tölti, ahol mesterséges fényre van szükség. A problémát jelenleg szemüveggel próbálják megoldani. Ez a fajta mesterséges orvoslás azonban nem képes megfékezni az egyre növekedő egészségünket fenyegető veszélyt. Tény, hogy a szemüveg csak egy segédeszköz. Pótszer. Mindenki tisztában van azzal, hogy csak némileg tudja korrigálni a látászavarokat. Gyógyításra nem alkalmas. Sokan egyetértenek azzal, hogy a szemüveg nem is nevezhető igazán segítségnek. Azon kívül állandóan fennáll annak a veszélye, hogy a szemüveg eltörik és megsebzi viselőjét. Sokakat akadályoz a sportban vagy az olvasáshoz kötődő szellemi tevékenységek végzésében. Mégis jó téteménynek tartják a szemüveget. A civilizáció legnagyobb vívmányai között tartják számon, mint például a telefont. Ha belegondolunk abba, hogy szemüveg nélkül emberek milliói szinte létezni sem tudnának, Érthető az irányában tanúsított megbecsülés. Egyre több ember kénytelen szemüveget használni. Ez azonban kizárólag azért van így, mert az emberek azt hiszik, a hibás látás nem gyógyítható, és az egyetlen lehetséges segítség a szemüveg. Ha a látás zavarban szenvedők millióival sikerülne megértetni, s valójában ez ennek a könyvnek a célja, hogy szemüvegviseléssel ők maguk állnak látások javulásának útjában, és ezzel csak rontják a szemüket, akkor talán fokozatosan gyengülne a vizuális mankó szükségességébe és annak hatásosságába vetett hit. Tudatosítani kell a szemüvegek viselőiben, hogy amit eddig a tudomány csodájának tartottak, az inkább csak akadályozza a gyógyulást az évek során a civilizált társadalmakban megszokott és elfogadott gyakorlattá vált, hogy mindenféle látáshibát egyedül a szemüveg képes korrigálni. Ez azon a téves hiten alapszik, mely szerint a látáshiba a szem tartós szervi elváltozására vezethető vissza, amin egyéb módszerekkel nem lehet segíteni. Hála a New Yorki szemorvos dr. William Horáció Béc kutatásainak, mert új irányzat látott napvilágot a hibás látás okával és gyógyításával kapcsolatban. Kutatása több mint 30 évet vett igénybe. Ennek az új mozgalomnak a megalapítója egyértelműen bebizonyította, a hibás látás nem a szem állományának tartós és állandó megváltoztatására, hanem olyan funkcionális zavarokra vezethető vissza, melyek az esetek többségében egyszerű, természetes kezelési módszerekkel rendbehozhatók. Dr. Béc arra is rámutatott, hogy a szemüveg viselése kifejezetten káros. A látáshibák kezelésénél kialakult gyakorlatban manapság két irányzat áll egymással szemben. Az egyik irányzat követői ragaszkodnak a régi módszerekhez, és a hibás látást gyógyíthatatlannak vagy csak ritkán javíthatónak tekintik. A másik irányzat képviselői ezzel ellentétben elismerik, hogy a látáshibák számos olyan okra vezethetők vissza, melyek közül a legtöbbet meg lehet szüntetni, és a hibás látást természetes és egyszerű módszerek alkalmazásával gyógyítható. Dr. Béc rendszerint vizsgálta New Yorkban az iskoláskorba lépő gyermekek szemét. Az általa kidolgozott szemkezelés Béc módszer néven lett közismert. Számtalan kísérlettel és előadással rámutatott arra, hogy a legtöbb eddigi általánosan elfogadott nézet, mely a hibás látás természetével s annak elemzésével foglalkozik, csupán ámítás. Véleményét azzal bizonyította, hogy betegek ezreit, akiket a legnagyobb szemspecialisták gyógyíthatatlannak tartottak, ismét normális látáshoz segítette. A könyvszerzője utal rá, annak reményében írja ezt a könyvet, hogy ezáltal ez a zseniális módszer eljut azokhoz, akik látászavarokban szenvednek. Azok, akik elolvassák ezt a könyvet, és a leírtak alapján elvégzik a gyakorlatokat, Lehetőséget kapnak arra, hogy a szemüveget örökre eldobják, és visszaszerezzék normális látásukat. Hiszen a tökéletes látás minden ember vele született joga. Röviden összefoglalva, Dr. Béc a következő konklúzióra jutott. A rossz látás minden esetben a megnehezedett alkalmazkodó készség eredménye, ami hatást gyakorol a külső szemizmokra, és szükségessé teszi a szemgolyó alakjának megváltozását. Ez tehát a Béc rendszer alapelve. A módszerek használata segítségével kell a szemizmok feszülését leküzdeni, és az összes látáshibás állapotot kiküszöbölni. Miért káros a szemüveg? Ha közelebbről akarjuk megismerni a látászavarokat kiváltó okok forrásait, akkor a külső szemizmokat kell megvizsgálnunk. A korábbi nézetek szerint ezek a szemmozgató izmok kizárólag a szem oldalirányú, valamint a felfelé és lefelé irányuló mozgását segítik. Más szerepük nincs. Azt azonban nem tudták, hogy ezek az izmok a látás folyamata alatt képesek a szemet alakváltozásra késztetni. Nem csoda, hogy az összes kísérlet, mely a látászavart kiváltó okot kutatta, ahhoz a végkövetkeztetéshez vezetett, hogy a látáshibák organikus eredetűek, s azon nem lehet változtatni. E felfogás követői szerint a látászavarral küzködők rohamosan emelkedő száma a szemet károsan befolyásoló környezeti hatásokra vezethetők vissza. Ilyen például a rossz világítás, a mesterséges fény, a mozi, a tévénézés, az olvasás, és még sorolhatnánk. Az új álláspont szerint azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen látási körülmények önmagukban nem okozhatnak látászavart. Az viszont igaz, hogy az ilyen szemet károsan befolyásoló körülmények között egy már másokból megromlott szem tovább romlik. Ennek oka a külső szemmozgatóizmok rugalmatlan működése. Tehát az, amit a látászavar okának tartanak, csak másodrangú szerepet játszik. Ha a zavarokát nem ismerjük, tehetetlenül állunk szemben a rövidlátás, a távollátás vagy az öregkori szemgyengeség problémájával. Hiszen a régi felfogás szerint nem létezik semmilyen eszköz, amely által a szem állapotát normálissá tehetnénk. A világ szemorvosai tehát arra törekednek, hogy a beteg látászavarát mielőbb valamilyen gyors megoldással orvosolják. Ebből a célból rendszeresítették a szemüveget. A szemorvos felírja betegének a megfelelő szemüveget, és ezzel megoldottnak tekinti a problémát a szemüveg pedig csalóka önelégültség beringatja a beteget, akinek pillanatnyilag nagy segítséget nyújt abban, hogy tisztábban lásson. Az érintett tehát azt hiszi, hogy sikerült legyőzni el zavarát. Csak éveken áttartó, egyre erősebb szemüveg viselése után jön rá, hogy a szeme ahelyett, hogy javult volna, még rosszabbá vált. Akkor hát, mi haszna van a szemüvegnek? A legjobb esetben egy kis megkönnyebbülést, gyors segélyt ad a zavart látásban szenvedőnek, ami ideig óráig tart. De tartós segítségként alkalmatlan. Be kell látni, hogy a szemüveg viselésének első percétől fogva a természetes látási folyamat felborult. Ahelyett, hogy a szemnek megadnák a lehetőséget arra, hogy a közeli és a távoli tárgyak nézésére magától beállítódjék, az alkalmazkodást, akkomodációt üvegek segítségével merev módon hozzák létre. Az eredmény azután az, hogy a szemnek az alkalmazkodást akadályozó izomfeszülése még erősebb lesz, mivel a szemüveg ezeket egy merev helyzetbe kényszeríti. Ez a magyarázata annak, hogy a tartós szemüvegviselés egyre növeli a látászavart. Nem csak, hogy a valódi okot nem szünteti meg, de ráadásul ennek a látássegítőnek az alkalmazásával stabilizálja, sőt, tovább rontja a szem állapotát. A szemüveg a már amúgy is túlfárasztott szemmozgató izmokra még további feszítő nyomást gyakorol. Ebből az következik, hogy a szemüvegrendelés gyakorlata önmagában az egyik oka az egyre növekvő számú látászavarnak, melyet a szemüveg éppen hogy megszüntetni kíván. A szemüveg és a természetgyógyászati kezelés ha valaki egyszer rájön arra, hogy a természetes gyógymódok segítségével rövid idő alatt önmaga is képes megszüntetni vagy jelentős mértékben csökkenteni látáshibáját, sóvárogva várja, hogy ezekkel az új kezelési módszerekkel közelebbi, baráti kapcsolatba léphessen. Kezdetben azt fogja tapasztalni, hogy amikor a szemüvegét félreteszi, az első időkben rendkívül sokat fog szenvedni. A kezelés kezdetén ez elkerülhetetlen. Idő kell ahhoz, hogy a szem képessé váljék a szemüveg nélküliséget elfogadni. Ezért nem feltétlenül szükséges a szemüvegviselést mindjárt a kezelés kezdetén egyik napról a másikra abba hagyni, ha bár úgy gyorsabb és jobb eredmény várható. Számos olyan páciens meggyógyult, aki a kezelés idő alatt általában hordott szemüveget, az idő múlásával egyre gyengébbet, egészen addig még végül egyáltalán nem volt szükségük szemövegre. Tehát a kezelés ideje alatt továbbra is megengedett a szemüveg viselése, de csupán a hivatali munkánál, háztartási foglalatosságoknál és csak akkor, ha ez elkerülhetetlen. Az ilyen alkalmakon kívül azonban egyáltalán nem szabad hordani, ugyanúgy, mint ahogy akkor sem, amikor a természetes kezeléshez szükséges gyakorlatokat végezzük. A szem akkor lesz képes egyre inkább hozzászokni a természetes körülményekhez, ha naponta legalább néhány órára félretesszük a szemüveget. A páciens több heti kezelés után kellemes meglepetéssel tapasztalhatja szeme állapotának javulását. Először azt fogja majd észrevenni, hogy az eddigi szemüvegét túl erősnek találja, s szükségét látja annak, hogy a szekrény fiókból elővegyen egy régebbi, gyengébb szemüveget, melyet évekkel ezelőtt elrakott. Láthatjuk tehát, az új módszerek nem akadályozzák a pácienst munkája végzésében. Szabad idejében a saját otthonában végezheti a gyakorlatokat, ha így kényelmesebb számára. Mihelyt a kezelés alapelveit megérti és elég utasítást kap, hogy helyesen végezze a gyakorlatokat, azonnal munkához láthat normális látása visszanyerése érdekében. Fárodozásai hamarosan meghozzák a várt eredményt, a fokozatos és állandó javulást, amely szemének állapotában egyre jobban észrevehetővé lesz. A normális látóképesség visszatérése függ a zavar nagyságától, továbbá attól az időtartamtól, mely alatt a probléma kifejlődött. Minél hosszabb ideje hord valaki szemüveget, annál tovább tart, míg a szem normális alkalmazkodó képességét visszanyeri. Ha a természetes kezelést rendszeresen és korrektül végzik, minden esetben bekövetkezik a szem állapotának javulása. A hibás látás okai. Az előzőekben beszéltünk a látászavarok korábbi kezelési módjának helytelenségéről, valamint arról, hogy a rövidlátás, a távollátás vagy az öregkori szemgyengeség oka a szemet körülvevő izmok feszülése és kimerültsége. A továbbiakban azt is végig kell gondolnunk, hogyan juthatnak ezek a nem kielégítően működő izmok újra megfelelő állapotba. Nagyon hajszoltság. Dr. Béc egyértelműen megállapította, hogy az összes látáshiba forrása az agyi túlfeszültségben keresendő, melynek következtében a szem, valamint a szemizmai és idegei hasonlóan feszült állapotba kerülnek. Ez vezet a hibás látáshoz. Meggyőződése szerint a súlyos látászavarok oka a legtöbb páciens esetében a kimondottan ideges, mentálisan túlfeszített állapot. A kisebb látászavarokat a túl sok munka, aggódás, szomorúság és hasonlók következtében az agyban és az idegrendszerben keletkező nyomásra vezeti vissza. A látás korlátozottság foka minden esetben az érintett személy temperamentumától és idegrendszerétől függ. Ezt a teóriát követve Dr. Béc a kezelési módszerek kialakításánál arra összpontosította tevékenységét, hogy az agyi túlfeszültség állapotát megszüntesse, és ezért a Béc módszer vezérszava a lazítás. Amennyiben a páciensnél lehetővé válik a mentális lazítás, akkor a szemeit körülvevő izmok és idegek is ellazulnak. A béc módszer tehát szellemi és testi lazításra törekszik. Csak akkor áll vissza a tökéletes látás, ha a szellem és a test egyensúlya újra létrejön. Dr. Béc rendszerének csodálatos sikere is bizonyítja, hogy koncepciója helyes. Legalábbis a fő irányelvekben az. Volt azonban néhány olyan eset, melyeknél a páciens már hosszabb ideje küszködött a látás hibájával, ahol a látásjavulása csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem következett be. E könyvszerzőjének meggyőződése, hogy ezek a kudarcok a testi tényezők elhanyagolására vezethetők vissza. Ha a látáshibák okai a szemizmok túlzott feszülésére vezethetők vissza, akkor minden olyan tényező, legyen az mentális vagy fizikális, amely ilyen izomfeszültséget kiválthat, a hibás látás potenciális okaként szerepel. A Béc módszer további okokat is figyelembe vesz, amelyek kiválthatják a látászavarokat, de ezek kezelésével nem foglalkozik megfelelő részletességgel. Ezért a jelenkönyv célja, hogy ezeket a hiányosságokat kiegészítve egy tökéletes, mindent átfogó módszert adjon, amely minden látászavar elhárításában kedvező eredményre vezet. Táplálkozás a szemmozgató izmok túlfeszülésének lehetséges testi okait kutatva soha nem szabad elfeledkezni arról, hogy a szem testünk része, és hogy szemünk általános állapota Megegyezik testünkével. Tehát az a felfogás, mely szerint a szem egy különálló, magától működő testrész, téves. Ezért kutatásunk közben olyan tényezőkre kell a figyelmünket fordítanunk, amelyek az egész szervezetre káros hatást gyakorolnak. Egy idő óta tisztában vagyunk azzal, hogy olyan betegségek, mint például a diabétesz és a cukorbaj és vesegyulladás a szemre is károsak. Az orvosok azt is elismerik, hogy a szürkehályog némely esetének eredete a cukorbetegségben keresendő. Továbbá a legtöbb laikus tudja, hogy a szem előtt megjelenő foltok, májzavaroknak és egyéb emésztőszervi betegségnek a kísérő jelenségei lehetnek de a szem és a többi testrész közötti figyelemre méltó szoros kapcsolatot mostanáig kevésre értékelték, kivéve azokat, akik ismerik az íris terápia tudományát, az iridológiát. Az íris diagnosztika úttörőinek érdeme, hogy kimutatták, minden a szemben vagy valamely testrészben kimutatható elváltozás, legyen az funkcionális vagy organikus eredetű, visszatükröződik színelváltozás formájában a szemekben. Egészen pontosan az íris szivárványhártya azon részében, amely rész az illető szervvel vagy testrészsel közvetlenül kapcsolatban van. Ez a csodálatos szoros rokonság az íris és a test többi része között egy éppen ilyen mesésnek tűnő összekötő hálózat eredménye, amely a szemidegek és a spinális, vagyis agyi és gerincvelőt érintő idegrendszer, valamint más relatív önálló idegrendszerek között áll fenn. Ha a szemet testünk távolabbi részeiben beálló változások befolyásolni tudják, és ezt az állítást tényként kell elfogadnunk, elképzelhető mennyivel inkább igaz ez a befolyás, ha a szervezet egészét vesszük figyelembe. Számtalan természetgyógyász rájött arra, hogy a szemgyulladásai, mint például a kötőhártyagyulladás, a szivárványhártyagyulladás és a szaruhártyagyulladás, nem olyan betegségek, amelyek csak a szemet érintik, mint ahogy ezt az orvosok még mindig hiszik, hanem csupán tünetei a test általános mérgezettségi állapotának ami a túlzott cukor és fehérje fogyasztás következménye, vagy valami hasonló lehet. Ugyanakkor a természetgyógyászok arra is rájöttek, hogy a szürkehályok csak egy mélyebben elhelyezkedő, és éppen ezért krónikus manifestációi testállapot kifejeződése. Jelen könyv szerzőjének tapasztalata szerint a hibás táplálkozás nem közvetlenül a szemre, hanem arra a folyamatra gyakorol rossz hatást, amely által a látás létrejön, és ez nagy különbség. A kiegyensúlyozatlan, illetve a túl koncentrált étkezés következtében jelentkező tökéletes anyagcsere az egész test működésében, így a szemet körülvevő izmok és vérerek hálózatában is zavart okoznak. Ha az izmok és a vérerek túlterheltek, akadályozzák a megfelelő folyadék kiválasztást. Ennek következtében az izmok megkeményednek, és sajnálatos végeredményeképpen akadályozzák a tökéletes alkalmazkodást. Közvetett következményként később a szem alakját is befolyásolják. Így jön létre a hibás látás. A fent említett tényezőkre vezethető vissza rövid látás, a távollátás, az úgy szintén gyakran előforduló astigmatizmus, vonallátás kis vonalakat látnak pont helyett, és az öregkori szemgyengeség. Ezáltal elfogadott tény volt, hogy egy bizonyos kor után minden embernél természetes módon várható a látásgyöngülés, melynek következtében a közellévő tárgyakat pontatlanul látja a szem, ami távollátást jelent. Ezt a korra járó elkerülhetetlen kellemetlen problémának tartják, melyet szemüvegviselésével szoktak megoldani. Az öregkori szemgyengeségben szenvedők millióinak nagyon kis hányada, orvos tanácsadóik közül még kevesebben ismerik fel, hogy látások megváltozásának oka a 45-50 éven keresztül folytatott helytelen táplálkozás. Márpedig az ok kétségtelenül ez. Sok látássomlásban szenvedő idős ember nyerte vissza már eredeti jólátó képességét azáltal, hogy Elfogadott egy speciális diétát, valamint néhány egyszerű szemgyakorlatot végzett. A táplálkozás és a látóképesség közötti szoros kapcsolat bizonyítékaként említjük meg, hogy sok esetben a hibát egészen egyszerűen bőjtölés segítségével szüntették meg. A bőtölés következtében a szem körül izmok és vérerek megszabadulnak a működésüket akadályozó korábban felhalmozódott salaktermékektől. A következmény az, hogy ezek az izmok ismét fellazulnak, és a látás megjavul. A hibás látás két fő okát már említettük. Az egyik az agyonhajszoltság, a másik a helytelen étkezés. Létezik még egy harmadik tényező is, ami a látást befolyásolhatja az elégtelenül működő vérellátás. Ha a szem nincs ellátva megfelelő mennyiségű vérrel, a látás folyamat nem tud kifogástalanul végbe menni. Ezért minden olyan tényező, a korábban említett okokon kívül, ami a szemmel kapcsolatos vérereket és idegeket befolyásolja, a hibás látás potenciális oka. Magától értetődik, hogy az agy túlfeszítettsége és a helytelen étkezés akadályozza a megfelelő vérellátást és az idegműködést. A vazomotorikus, érmozgató idegek működése is változik, ami által csökken az agy vérellátása. Ezért a látáshibák minden esetében meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az izmok az alsó nyaki részen teljesen lazák -e, és hogy nincsen valami eltolódás és a többi a gerinc oszlopon. Ha ilyesmit tapasztalunk, akkor legelőször ezt kell orvosolni. Ezt a problémát gerincoszlop befolyásolással, oszteopatikus vagy kiropraktikus kezeléssel, tehát úgy, hogy a deformálódott gerincrészt kézzel helyre teszik, rendbe lehet hozni. A látáshibákat számos esetben pusztán a gerinzoszlop kezelésével sikerült korrigálni. Ebből is látszik, hogy milyen nagy hatással van a szemre a nyakizom működése. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy a látáshibáknál, függetlenül a kiváltó októl, a szemre és annak izmaira, bérereire és idegeire gyakorolt nyomás az alsó nyaki izmokra is átterjed, úgyhogy ezek is összehúzódnak. Könnyen megállapítható tény, hogy a látáshibákban szenvedők nyakizmai merevek és összehúzódottak. Ezek után minden egyértelmű, a normális látást csak úgy lehet teljesen visszanyerni, ha ezek az összehúzódott nyakizmok kilazulnak, ezért a megfelelő nyakik kezelés feltétlenül szükséges. A hibás látás kezelése Miután megismertük a hibás látást okozó tényezőket, áttérhetünk a problémakörnek arra a részére, ami az ide vonatkozó természetgyógyászati módszereket mutatja be. A hibás látásnak három különböző oka van, így a természetes gyógymódoknak is három fajtáját különböztetjük meg. Mivel azonban nagyon nehéz megállapítani, hogy egy speciális eset a három közül melyik okra vezethető vissza, és több mint valószínű, hogy nem is egy, hanem két vagy három ok játszik közre, a kezeléstől csak akkor várhatunk igazi sikert, ha egyidejüleg mind három módszert alkalmazzuk. Ez idáig nem létezett átfogó az összes módszert magába foglaló rendszer. A Béc módszer kizárólag az első tényezővel, vagyis az agy túlterheltségével foglalkozik. A másik két tényezőt sajnos elhanyagolták. A természetes gyógymódok gyakorlói a diétát és a koplalást részesítették előnyben, is, elhanyagolták a Béc módszer alkalmazását. Az oszteopaták, csontkovácsok pedig kizárólag a csigolyák helyre rakásával gyógyítottak. A természetes módszereknek önmagukban is csodálatos gyógyító hatásuk van, különösen igaz ez a béc módszerre. De bizonyos esetekben, amikor egyedül csak azt alkalmazzák, kudarcot vallanak. Nem kell messzire mennünk, hogy ennek okára rájöjjünk. A három módszer mindegyike csupán egy-egy tényezőt emel ki, a másik kettőt teljesen elhanyagolja. A következmény az, hogy gyógyulás csupán olyan esetekben történt, ahol a bajt csak egyetlen tényezőre lehet visszavezetni. Mindent átfogó rendszer A szerző saját tapasztalatai alapján belátta három módszer együttes szükségességét. Azzal, hogy értékes ismereteit a jelen könyvben egységbe ötfözve közreadja, egy mindent átfogó kezelési, illetve gyógyítási rendszert teremt, amely gyakorlati módon nyújthat segítséget a különböző eredetű szemzavarok orvoslásában. Igyekeztünk a látászavarok elhárítására irányuló gyakorlatokat és intézkedéseket úgy összeállítani, hogy azt bárki a számára legalkalmasabb időpontban akár otthon is elvégezhesse. Nyilvánvalóan képtelenség olyan pontos diétát megadni, amely minden egyes esetre külön-külön érvényes, ugyanúgy lehetetlen a csigolja kezelést pontosan meghatározni. Ezért egy külön fejezetet szentelünk a diétának, hogy az olvasó lehetőséget kapjon arra, hogy saját maga tervezze meg az étkezési programját. A csikolya kezelések megkönnyítésére is közlünk számos gyógyhatású gyakorlatot, melyek az összehúzódott nyakizmok kilazulását segítik elő. Itt is az olvasóra bízzuk a választást. Ezek után reméljük, hogy mindazok, akik a továbbiakban ismertetett módszereket használni akarják, most már tudatában vannak annak, hogy a látászavar három különféle okra vezethető vissza. Ezért minden bizonyjal figyelmet fordítanak majd az étkezésre, a nyakizom lazító gyakorlatokra, és a különböző egyéb módszerekre, melyek segítségével a szemizmai és idegei ellazulhatnak. Ezen módszerek együttes segítségével visszanyerhetik normális látásukat. A szem és a lazítás. Mielőtt a normális látás újra lehetővé válik, a szemnek és a körülötte lévő idegeknek és izmoknak el kell lazulniuk. Minden feszültséget vagy nyomást a szemen és máshol meg kell szüntetni, mivel ezek merevítik a szemet és erőltetett merev látást idéznek elő. Ez a hibás látás első jele. A normális szem állandóan mozog és sohasem pihen. A szem egészséges működésében ennek nagy jelentősége van. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a szem minden része teljesen ellazolt állapotban van. A szem ellazítására dr. Béc két nagyon fontos módszert vezetett be a zavarok kezelésénél. Az egyik a tenyerezés, a másik a lebegés. Módszerek a elősegítésére amikor alszunk, a testünk pihenés erőt gyűjt a következő nap feladataihoz. Ha bizonyos testrészeink a szokottnál gyengébb állapotban vannak, nem tudnak feltöltődni. Ilyenkor kiegészítő módszerekhez kell folyamodni, hogy a gyengébb szervek is kipihenjék magukat és kilazuljanak. Tenyerezés Szemfájások esetén Napi fél vagy egy teljes vagy még több órányi abszolút nyugalomra feltétlenül szükségünk van. Ezáltal hatásosabban érhetjük el a szemnek és a szemet körülvevő izmoknak a teljes és tudatos ellazolását, mintha az puszta alvás hozta volna létre. Ha a szemünk napközben nagyon elfárad, gyakran szoktuk úgy pihentetni, hogy egy pillanatra behunyjuk. Ennek az egészen természetes és öntudatlan viselkedésnek a tökéletesítése a tenyerezés, vagyis az, hogy a tenyerünket a szemünk elé helyezzük. A tenyérrel végzendő lazítás alatt helyezkedjünk el a lehető legkényelmesebben egy karosszékben vagy egy heverőn. Lazítsuk el magunkat, amennyire csak tudjuk. Hunjuk be a szemünket, és tegyük a jobb tenyerünket a jobb, a balt pedig a bal szemünk elé az ujjak a homloknál keresztezik egymást. Az orr azonban szabadon marad. A szemre semmilyen nyomást sem szabad alkalmazni. Ha a szemet teljesen befettük a tenyérrel, helyezzük könyökünket a térdünkre. A két tér szorosan egymás mellett helyezkedik el. Ez a testhelyzet nagyon kényelmes. Választhatunk tetszés szerint másfajta helyzetet is, ha az a kényelmesebb. Fontos, hogy a tenyerünkkel befedett szemek csukva maradjanak és a legteljesebb mértékig ellazuljanak. Ez nagyon hatásos módszer. Minél feketébb a szín, amit a tenyerrel letakart szem lát, annál ellazultabb a szem állapota. De a szellemi kipihentség éppen olyan fontos, mint a szempihentetése. A gyakorlat végzése alatt a páciens ne foglalkozzék izgató problémákkal, és ne töprengjen szemének állapota felett sem. Ehelyett próbáljon meg kikapcsolni minden gondolatot, és merüljön el a sötétségben, vagy pedig, ha számára kényelmesebb, gondolatban valami kellemes vagy érdekes dologgal foglalkozzon. Ha naponta kétszer vagy háromszor tíz, húsz vagy harminc percig végezzük a fenti gyakorlatot, a látászavar fokától függően hamarosan észrevehető a szemjavulása. Ez a tenyér segítségével történő lazítási módszer a szembajok kezelésénél alkalmazott természetes gyógymódok egyik legjelentősebb vívmánya. Lebegés A tenyerezés a lazítás által közvetlenül a szemet pihenteti. Létezik azonban a szem és a szemkörnyéki szövetek megnyugtatására és ellazítására egy másik módszer is, amely nyugtató és lazító hatásával az egész idegrendszerre hat. Így a szellemet és a testet egyaránt ellazítja, és nagy segítség a szem túlfeszültsége és kimerültsége ellen. Ezt a módszert lebegésnek nevezik. Ezt a következőképpen kell alkalmazni álljunk alapállásban. A két láb körülbelül 30 cm távolságban legyen egymástól, a karjainkat lazán lógassuk az oldalunk mellett. Tartsuk magunkat olyan lazán, amennyire csak lehetséges, és lebegtessük az egész testünket könnyedén egyik oldalról a másikra, mint ahogy a fali óra ingája lebeg, éppen olyan lassan mozogjunk. Váltakozva emelgessük a sarkunkat, ne az egész lábat emeljük. Ne felejtsük el, az egész testnek el kell lazulnia, nem csak a fejnek vagy a törzsnek. Ne derékból vagy csípőből hajolgassunk. Ez a könnyed lebegés vagy ringás az egész idegrendszert ellazítja. Naponta kétszer vagy háromszor kell végezni, öt vagy tíz percig, vagy mindig olyankor, amikor a szem fáradt és fáj. A lebegést ablak előtt állva végezzük. A gyakorlatot úgy is lehet variálni, hogy az ablak helyett egy kép, vagy egy fali vagy valami más tárgy elé állunk. Ha a gyakorlat végzése közben az ablakon keresztül kitekintünk, az ablakon kívüli tárgyak klengésünkkel ellenkező irányba látszanak mozogni, és éppen ez az ellenirányú mozgás szükséges a gyakorlat sikeréhez. Ugyanis az ember úgy látja, mintha az ablak ellenkező irányban lebegne. A közvetlenül előtérben lévő tárgyaknak ezt az ellenirányú mozgását világosan észre kell venni. Miután egy percig nyitott szemmel végeztük ezt a lebegéses gyakorlatot, mindig lazán, feszültség és merevség nélkül, honjuk be a szemünket, folytassuk a lebegést és közben tisztán és világosan képzeljük el behúny szemmel az ellenirányba mozgó ablakot. Azután nyissuk ki ismét egy percre a szemünket, és így folytassuk tovább a gyakorlást, váltakozva hol nyitott, hol csukott szemmel egy-egy percig. Közben tartsuk a szemünket olyan lazán, amennyire csak lehetséges. Amikor a szem éppen nyitva van a gyakorlat végzése alatt, Pislogjunk és jobbra-barra vessünk egy-egy futópillantást. Ha helyesen végezzük a gyakorlatot, kitűnő hatása van a szemre és az idegrendszerre. Ez a legjobb módszer a tenyerezésen kívül a szem túlfeszítettségének legyőzésére. Magától értetődik, hogy sem a tenyérrel történő lazításnál, sem a lebegésnél nem szabad szemüveget viselni. Pislogás a tenyerezés és a lebegés módszerén kívül létezik egy harmadik szemlazítási módszer is, a pislogás. A normális szem, ha nyitva van, szabályos időközönként pislog. Ez olyan gyorsan történik, hogy észre sem vesszük. De a szembetegségben szenvedő szeme merev és feszült. Nála a pislogás nem öntudatlan folyamat többé, hanem tudatosan történik, feszültséggel és görcsel jár. Ezért tehát minden szem problémában szenvedőnek hozzá kell szoknia a gyakori és rendszeres pislogáshoz, mivel ez segít elkerülni a szem túlfeszítettségét. Tíz másodpercenként egyszer-kétszer pislogjunk, erőltetés nélkül bármit is csinálunk. Ez különösen fontos olvasás közben. Ez egyszerű, de hatásos módja annak, hogy a szemfeszültségét elkerüljük. Észre fogjuk venni, hogy így sokkal többet tudunk olvasni, mint azelőtt, és mégsem fárad ki olyan nagyon a szemünk. Napfény A napfény szerepe az összes látás hiba esetében nagyon nagy. Mindenki számára ajánlatos, hogy a szeme annyi napfényt élvezzen, amennyi csak lehetséges. Hunjuk be a szemünket, Forduljunk a nap irányába, és fejünket mozgassuk könnyedén egyik oldalról a másikra, hogy a napsugarak a szem minden részére egyforma intenzitással eshessenek. Ha lehetséges, akkor naponta háromszor tíz percig kell végezni ezt a gyakorlatot. Ez a szem vérellátását javítja, valamint az izmokat és az idegeket lazítja el. A gyakorlat végzése közben nem szabad szemüveget viselni. Hideg víz A hideg víz nagyon hasznos, mert a szem és a körülötte lévő szövetek működését harmonizálja. Mosakodásnál mielőtt megtörölközünk, hajoljunk a mosdótál fölé és merítsük tele a tenyerünket vízzel, aztán sietség vagy kapkodás nélkül sprécceljük a hideg vizet óvatosan a behúnyt szemünkre. Ismételjük meg a gyakorlatot körülbelül 20-szor. Aztán törölközzünk meg és dörzsölgessük a behont szemünket egy-két percig a törölközővel. Ezáltal a szem csillogó, felfrissült és harmonikus lesz. Ajánlatos ezt naponta háromszor végezni, de ha fáradt a szem, ennél többször is lehet. A víz feltétlenül hideg, ne langyos legyen. Látásjavítás. Az előző fejezetben leírtuk azokat a különböző módszereket, melyek segítségével a szemet el lehet lazítani, és feszültségét vagy merepségét meg lehet szüntetni. Most eljutottunk azokhoz az ugyanolyan fontos gyakorlatokhoz, melyeknek segítségével a látóképesség növelhető. Az első két látásjavító gyakorlat a memória és a fantázia edzésére irányul. A látóérzék szoros kapcsolatban áll az emlékezettel és a fantáziával. A látásban mindkettő jóval nagyobb szerepet játszik, mint ahogy azt általában vélelmezik. Memória és fantázia. Egy jól ismert tárgyat mindig könnyebb észrevenni, mint egy nem ismertet. Ez azért van így, mert a fantázia és az emlékező képesség segítségünkre siet. A tárgyképe korábbi asszociációkon keresztül más gondolatokkal összefüggésben belevésődik elménkbe. Erre emlékszünk, mikor látunk valamit. Ez segít nekünk abban, hogy a tárgyat a környezetéből könnyedén kiemeljük, sokkal könnyebben, mint egy soha nem látott tárgyat. Bárki maga is kipróbálhatja ezt az igazságot. Ha egy embercsoportot látunk, könnyebben megjegyezzük közülük a barátokat, mint az idegeneket. Ezért nagyon fontos, hogy a látás zavarban szenvedők ápolják a memóriájukat és képzelő erejüket. A következőkben e módszert ismertetjük. Pillancsunk rá egy kis tárgyra, mindegy, hogy mire. Figyeljük meg annak alakját és nagyságát. Igyekezzünk pontosan megjegyezni az apró részleteit is. Aztán csukjuk be a szemünket. Képzeljük el a tárgyat behunyt szemmel, majd kezdjük újra előről a gyakorlatot. Fordítsanak erre naponta körülbelül öt percet, természetesen szemüveg nélkül. Erre alkalmas tárgy lehet például egy szó is egy könyvben, vagy egy betű egy bizonyos szóban. Ha jól végzik a gyakorlatot, biztos, hogy a korábban memorizált betűkép vagy szó sokkal plastikusabbnak és feketébbnek tűnik, mint azelőtt, és idegen szövegkörnyezetben is azonnal fel fogják ismerni. Ez már a látóélesség javulásának a jele. Többször ismételjük meg a gyakorlatot, de most már más szavakkal vagy betűkkel próbálkozzunk. A fenti gyakorlat rendszeres végzése észrevehető javulást hoz a látóképességben. Rögzített központi látás A rögzített központi látás jelentése azt látjuk a legjobban, amire éppen a tekintetünk irányul. Lehet, hogy furcsán hangzik, de a látáshibában szenvedőknél ez nem így van. A szemüvegviselés miatt állandósult izomfeszülés következtében a szem ideghártyájának, retinának középső része nem képes a képek pontos rögzítésére, mivel ezt a részt a szemüveg rendkívüli módon leterheli. Ezért, ha a látászavarban szenvedők megpróbálnak szemüveg nélkül látni, azt tapasztalják, hogy a retina perifériás területével jobban látnak, mint a középső résszel. Az egészséges látás csak akkor érhető el, amikor a központi ideghártya rész ismét normálisan működik, vagyis ha elérjük a rögzített központi látást. Az összes eddig ismertetett gyakorlat segít ebben. Létezik azonban egy másik módszer is. Nyissunk ki egy könyvet! Összpontosítsuk figyelmünket egy bizonyos szóra a sor közepén. Hunjuk be a szemünket, és a kiválasztott szót próbáljuk meg élesebben elképzelni, mint a környezetét. Aztán nyissuk ki a szemünket, nézzük újból a szót, majd újra csukjuk be. Folyamatosan ismételjük a gyakorlatot 5 percen keresztül. Próbáljuk meg a kiválasztott szót egyre tisztábban, a környezetét pedig egyre elmosódottabban látni. Hamarosan tapasztalni fogjuk, a szó valóban élesebb és tisztább lesz, mint a mellette lévők. Ez már a látóképességünk javulását jelenti. Később úgy is gyakorolhatunk, hogy egy szónak csak egy bizonyos részét nézzük. Így képesek leszünk arra, hogy egyre kisebb részeket lássunk élesen. Ha odáig eljutunk, hogy már két betű közül is ki tudjuk választani az egyiket, akkor nincs szükség tovább a központi látás gyakorlására. Olvasás Azt szokták mondani, hogy a szem túlfeszítettségének oka az olvasás, különösen akkor, ha erre gyenge fény mellett kerül sor. A valóságban azonban éppen az olvasás bizonyul az egyik legmegfelelőbb módszernek arra, hogy a szemet aktívnak és egészségesnek őrizzük meg. Az olvasás sohasem okozhat látáshibát, sőt, minél többet olvas valaki, annál jobban ellazul a szem. Az egészséges látással rendelkező emberek kedvező fényviszonyok mellett szemkárosodás nélkül olvashatnak míg a szemüvegviselők az olvasás alatt túlzott feszülésnek teszik ki a szemüket. A normális látás visszaszerzésének egyik legjobb módja az, ha minden nap olvasunk valamit, természetesen szemüveg és erőltetés nélkül, a következőkben ismertetett módon. Pihentessük néhány percig a szemünket tenyerezéssel. Aztán vegyünk a kezünkbe egy könyvet vagy egy újságot, és kezdjünk el olvasni. A szöveget olyan távolságban tartsuk a szemünktől, amelyben a legjobban látjuk. Rövidlátás esetén 15-16 és 31 cm között. Távollátás esetében 60 cm vagy még több lehet a távolság. A rendkívüli rövidlátás esetében előfordulhat, hogy a könyvnek a szemtől való távolsága olyan kicsi, hogy csak az egyik szemmel lehet látni. Ilyen esetben ajánlatos az egyik szemet egy kendővel befedni, míg a másikkal olvasunk. Ha az olvasó szem elfárad, akkor cserélni kell a szemtakarást, s a másikkal kell folytatni. Ha közben elfárad a szem, akkor egy-két másodpercre be lehet csukni, de aztán folytatni kell a gyakorlatot. Akik egyik szemüket letakarva olvasnak, a takarás cserélése után külön pihenés nélkül folytathatják az olvasást, hiszen addig a szem pihent. Egész idő alatt rendszeresen kell pislogni. Ez a fajta olvasás javítja a látást és lehetővé teszi a szem rendeltetésszerű működését. Csak egyre kell állandóan ügyelni. Nem szabad erőltetni. Az, hogy mennyi ideig tart ez a gyakorlat, természetesen az érintett személytől függ. Egy kis idő elteltével már egyre több időt, két vagy ennél több órát bír a szem egyfolytában olvasni. Idővel azt veszük észre, hogy javul a látás, és a fókuszbeállítás is tökéletessé válik. Ekkor már mindkét szemet egyszerre használhatjuk. Ha az egyik szem gyengébb, mint a másik, akkor a gyengébb szemmel többet kell olvasni. Egyetlen látáskorlátozottnak sem szabad félnie az olvasástól ha a fenti instrukciókat betartja. Ha valaki meggyőződik arról, hogy szemüveg nélkül is tud olvasni, örökre félre fogja tenni ezt a vizuális mankót. Szemizom és nyakgyakorlatok A következő gyakorlatok célja az, hogy a szemkörnyéki feszült és összehúzódott izmokat kilazítsa. Ezek az izmok a szembetegeknél általában mindig merevek. Ha kilazulnak, a szem lehetőséget kap a szabad mozgásra. Ez gyorsítja a normális látás visszanyerését. A gyakorlatok bármely kényelmes helyen elvégezhetők. Szemizom gyakorlatok. Első gyakorlat. A fejet nyugodt és laza állapotban tartva, fejmozdítás nélkül nézünk könnyedén hatszor egymás után felfelé és lefelé a szemnek különösebb erőltetés nélkül lassan, szabályosan és ritmikusan kell mozognia a lehető legmagasabb és legmélyebb pont között. Amint az izmok lazábbak lesznek, egyre mélyebbre, illetve magasabbra tudunk nézni. A gyakorlatot ismételjük meg kétszer-háromszor úgy, hogy közben néhány másodperces pihenőt tartunk. Második gyakorlat. Az első gyakorlatnál leírt helyzetben most jobbra-balra mozgassuk a szemünket szintén hatszor egymás után. Amint az izmok kilazulnak, a szem oldalirányú mozgásánál egyre távolabbi pontokat érhetünk el. A szemet ennél a gyakorlatnál sem szabad előltetni, mert azzal a feszültséget csak még jobban növelnénk. Kétszer-háromszor ismételjük meg a gyakorlatot néhány másodperces pihenővel. Harmadik gyakorlat. Keressünk egy tárgyat, mely szemünktől legalább három méter távolságban van. Például ajtó, ablak. Mutató ujjunkat körülbelül 20 cm távolságra a szemünk elé tartva, először nézzünk az újra, majd a kiválasztott tárgyra, majd ismét az újra, és ismét a tárgyra. Mindezt tízszer egymás után ismételjük meg. Utána pihentessük a szemünket egy-két másodpercig, majd újból tízszer végezzük el ezt a gyakorlatot. A pihentetésekkel együtt kétszer-háromszor egymás után végezhetjük ezt, mely a legalkalmasabb gyakorlat az akkomodáció a szem alkalmazkodó képességének javítására. Negyedik gyakorlat. Mozgassuk szemünket körkörösen egyik, majd ellenkező másik irányba. Négyszer végezzük el a gyakorlatot. Aztán pihentessük a szemünket egy másodpercig, majd újra ismételjük meg a körzéseket. A gyakorlatot kétszer-háromszor végezhetjük egyfolytában, körülbelül egy percen keresztül. Az összes venti gyakorlat közben a pihenésnél alkalmazható a tenyerezéses lazítás. Természetesen nem szabad közben szemöveget viselni. Az összes eddig ismertetett gyakorlat együttvéve nem vesz igénybe naponta többet 5 percnél. Ez a kevés ráfordított idő igazán nem sok azért, hogy a tökéletes látást visszanyerjük. Nyakgyakorlatok A következő gyakorlatok arra szolgálnak, hogy az összehúzódott és megmerevedett nyakizmokat kilazítsák. A hatás egyidejűleg csigolya kezeléssel tovább fokozható. Ezek végzésére, mely együttesen sem vesz igénybe többet öt percnél, a legmegfelelőbb idő reggel közvetlenül felkelés után. Első gyakorlat. Lazítsuk el magunkat, amennyire csak lehet. Lógassuk a kezünket az oldalunk mellett, és emeljük fel a vállunkat olyan magasra, amennyire csak lehetséges. Aztán eresszük le. Majd könnyedén, Élénken és gyorsan végezzünk 25 körkörös válmozgást. Második gyakorlat. Ugyanaz, mint az első gyakorlat. A különbség csupán annyi, hogy ellenkező irányban kell körözni a vállakkal. Ezt is 25 ször kell megismételni. Harmadik gyakorlat. A merev nyakizmokat ellazítva fejünket hajtsuk le úgy, hogy állunk a lehető legjobban közelítse meg melkasunkat. Aztán emeljük fel a fejünket, és hagyjuk, hogy hátraessen, amennyire csak lehetséges, egészen a hát felső részéig. Ismételjük meg a gyakorlatot 12-szer. Negyedik gyakorlat. A harmadik gyakorlatihoz hasonló testhelyzetben végezzünk állunkkal körkörös mozgást a következő sorrendben. Fejünkkel először a jobb vállat, majd a hát felső részét és onnét a bal vállát közelítsük meg, s onnan vissza az első helyzetbe. Ismételjük meg a gyakorlatot az ellenkező irányba is. Írjunk le a fejünkkel tizenkét teljes kört. A nyakat egész idő alatt ellazítva kell tartani. A körzés irányát állandóan változtatni kell. Így lehet csak elkerülni az elszédülést. Ötödik gyakorlat. Fordítsuk a fejünket balra, amennyire csak lehet. Ügyeljünk arra, hogy testünk nem mozogjon. Aztán forgassuk fejünket a kiinduló helyzetbe, s onnan jobbra, nyugodtan, lassan ismételjük meg a gyakorlatot tízszer. Ha minden reggel elvégezzük ezeket a gyakorlatokat, a nyak felső része és a felső hátsigoják kilazolnak. Ez javítja a szem és a fej vérellátását. Megjegyzés. A fej hátrahajtásakor legyünk óvatosak. Nagyon finoman, lazán kell végezni a gyakorlatot. Étrend. A szembajok megelőzésében, valamint azok kiküszöbölésében rendkívül fontos szerepet játszik a figyelmesen összeállított étrend. Mivel az elmúlt években sok könyv jelent meg az egészséges táplálkozással kapcsolatban, ezért most mélyrehatóbb elemzés nélkül csak rövid áttekintést adunk az egészségünket alapvetően befolyásoló étkezéssel kapcsolatos kérdésekről. A táplálkozás a lélegzéshez vagy az alváshoz hasonlóan élettani funkció. Napjainkban azonban az emberek többsége nem azért eszik, hogy csillapítsa éjségét, hanem mert élvezetet talál az csiklandó ételek fogyasztásában. Érthető tehát, hogy a civilizált országok többségében az élelmiszereket rendkívül ízletesen készítik el. Ehhez az étkezésnél használatos nyersanyagokat, így például a cukrot, kenyeret, gabonaféléket, rizs, árpa, stb. finomítani, ásványtalanítani, a gyümölcsöket, a húst, halat tartósítani kezdték. Túlzottan elszaporodtak az édességek lekvárok, torták, csokoládé féleségek, s eközben elterelődött a figyelem a természetes élelmiszerekről, a friss gyümölcsről, salátákról, zöldségfélékről, dióról. Ha ezek mégis bekerülnek az étrendbe, elkészítésük közben, túlfőzés és sok más miatt, veszendőbe mennek az értékes ásványi sók és egyéb egészséget javító tápértékek, vitaminok. Aki mindezt nem gondolja végig, úgy fogyasztja ezeket a túlízesített, mesterséges élelmiszereket, mintha természetes ételek lennének. Sokan csak legyintenek, hogy minek emiatt ilyen sokat nyugtalankodni. Felületesen nézve észszerűnek tűnik az orvosok által is jónak tartott javaslat, miszerint azt tegyük, amit kívánunk. Mégis, az utóbbi 20-30 évben Hála a természetgyógyászati módszerek úttörőinek nyilvánvalóvá vált, hogy a világ civilizált országaiban a legtöbb komoly betegségért, melynek eredetét az orvosi szakirodalom bizonytalan okokra vezeti vissza, a táplálkozást kell felelőssé tenni. Ezek alapján egy könyvírója által képviselt irányzat követői azt vallják, a legtöbb betegséget kiváltó ok, az emberek kedvük szerinti étkezése. Ebből a feltevésből kiindulva a természetgyógyászok Amerikában, Németországban, Nagy-Britániában és még sorolhatnánk jelentős sikereket értek el olyan betegségek kezelésénél, mint például a reuma, tuberkulózis, cukorbetegség, vesebajok, szívgyengeségek, stb. Ezek az eredmények egyszerűen annak köszönhetők, hogy sikerült a beteggel megértetni az egészséges étkezés fontosságát, valamint annak, hogy az étrenden alapuló kezelést összekapcsolták egyéb egyszerű természetgyógyászati módszerekkel, mint például hidegvizes terápia, hidegpakolás, nap- és légfürdők, és még sorolhatnánk. Mindenkinek, de főleg azoknak, akik látás hibájukat javítani akarják, el kell fogadniuk a következő javaslatokat. Étrendjét alapvetően természetes élelmiszerekből, friss gyümölcsökből, narancs, alma, szőlő, őszibarack, szilva, cseresznye, stb. Zöldségekből, saláta, káposzta, spenót, répa, stb. Gyökeres növényekből, Burgonya, répaféleségek, sárgarépa, hagyma, stb. Dióféleségekből, szárított gyümölcsökből, datoja, mazsola, füge, stb. tejtermékekből, tej, aluttej, tejszín, vaj, sajt, tojás, stb. és mézből állítsa össze. Ha ezeket nem nyers állapotban fogyasztja, ügyeljen arra, hogy semmit ne főzzön túl. Ezek a nyersanyagok képezik az egészséges étrend legjobb alapját. Mindazok, akik figyelnek egészségükre, vagy vissza akarják állítani egészségüket, helyesen teszik, ha a fenti tápanyagokat napi rendszerességgel fogyasztják. Semmi sem indokolja, hogy ne egyenek húst vagy halat. Ezekből azonban próbáljanak minél kevesebbet fogyasztani. Azon kívül a húsnak vagy a halnak egészen frissnek kell lennie konzervhús vagy hal nem ajánlatos. Gabonaféleségre is szükség van, ezek azonban mellékes szerepet játszanak, elég naponta egyszer. A legmegfelelőbb a valódi korpa A lekvárok, sütemények, torták, krémek, fehér cukor, fehér kenyér, cukrás sütemények, tea, kávé, stb hússal, hallal vagy tojással együtt naponta kétszer, háromszor, négyszer fogyasztva tönkreteszik az emésztőrendszert és az egész szervezetet. Lehetőleg kerüljék az efféle ételeket, mert a szervezet nem tudja ezeket rendesen feldolgozni. A szövetek eltömődnek, bőr, izom, vérerek, ideges feszültség keletkezik, és életfontosságú szervek, mint például a szív és a máj működése is zavart szendet. Mint már korábban kifejtettük, a látáshiba oka sokszor a hosszú éveken keresztül folytatott helytelen táplálkozás, a túlzott fűszerezés, túl cukor és fehérje. Ha valaki valóban vissza akarja nyerni normális látóképességét, akkor nagyon fontos, hogy betartsa az étkezéssel kapcsolatos ismertetett előírásokat. Az olvasó érdekében javasoljuk a következő étrendet. A legjobb, ha a napot friss vagy szárított gyümölcsel és hideg tejjel kezdjük. A gyümölcshöz ne együnk kenyeret. Délben vagy este fogyasszunk vegyes salátát. Ez állhat fejes salátából, zellerből, paradicsomból, uborkából, tormából, vörösrépából, sárgarépából, stb. Fogyaszthatunk hozzá korpa kenyeret, vajat és sajtot. A salátát különös gonddal készítsük el, csak citromlével ízesítsük, ne használjunk hozzá ecetet. A tiszta olívaolaj használata a legalkalmasabb. Nagyon jó még az aszalt és az aludt tej fogyasztása. Két ilyen étkezés mellett a harmadik lehet valamivel komolyabb, például hús, hal vagy tojás párolt zöldséggel, lehet burgonya héjában főzve. Második fogásnak együnk szárított gyümölcsöt és diót, sült almát és madártejet. Ne használjunk sok fűszert, és ne igyunk evés közben. Kevés teát vagy babkávét fogyasszunk. Kerüljük a konzervételeket. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindig csak a legfrissebb ételt fogyasszuk. Naponta csak egyszer együnk kenyeret. A délutáni kávét vagy teát gyengére főzzük, és cukor nélkül ígyuk. A fenti szabályok szerinti táplálkozási mód rövid időn belül csodát művel, mind az érintett személy közérzetében, mind személynek állapotában. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az A-vitamin javítja a látást. Bármely szemproblémánál ajánlott a napi maximális vitaminfelvétel különösen szürkületi vakság esetén. A legtöbb A-vitamin tartalmazó nyersanyagok érték sorrendben csukamájolaj, nyers borjúmáj, nyers ökörmáj, nyers penót, csipkebogyó, hecsedli, nyers répa, szárított sárga barack, krémsajt, sajt, sajt petrezselyem, menta, vaj, vitamin tartalmú margarin, tojássárgája, szilva, Paradicsom, fejes saláta, sárgarépa, káposzta, szójabab, zöldborsó, búzacsíra, friss tej, narancs, pasztőrözött tej, datoja. Hogyan kell végezni a kezelést? Azoknak, akik látóképességük javítása érdekében elkezdik a korábbiakban ismertetett szemerősítő, természetgyógyászati módszerekre épülő komplex látásjavító kezelést, fel kell készülniük arra, hogy eddig megszokott életmódjukon bizonyos mértékig változtatniuk kell. Ez persze nem jelenti azt, hogy teljes szabadidejüket fel kellene áldozni. Csupán arra kell figyelni, hogy mindennapos kötelezettségeik közé beiktassák a gyakorlatokat, vagyis a gyógykezelés életük részévé váljon. Az eredmény, a tökéletes látás csak így érhető el. Fontos, hogy higgyenek ebben a módszerben. Ez a könyv sohasem íródott volna meg, ha a szerzője nem találkozott volna a doktor Béc által kidolgozott módszerekkel, melyek segítségével végül is megmenekült a teljes vakság fenyegető veszélyétől. Látása olyannyira megjavult, hogy tollat foghatott, és ékes bizonyítékul megírhatta ezt a könyvet. Hozzá hasonlóan számos látáshibás ért és ér el hasonló eredményeket ezekkel a természetes módszerekkel. A kezelés hatásosságába vetett hiten kívül nagy szerepe van még a türelemnek és az elszántságnak. Ez a könyv a továbbiakban egyes szemproblémák tipikus eseteit mutatja be, valamint konkrét példákon keresztül útmutatást nyújt ahhoz, hogyan kell a különböző gyakorlatokat nap mint nap elvégezni úgy, hogy a megszokott munkát ne zavarják. A közölt példák alapján mindenki kialakíthatja a számára legmegfelelőbb napi kezelési rendszert. Az eredmény a látás javulása a szembetegség súlyosságától, annak fennállási idejétől, a páciens alkatától és a kezelés alaposságától függ. Végül Soha se feledjék, hogy a szemet nem szabad túlerőltetni. A tökéletes látóképesség érdekében akkor is folytassák a gyakorlatokat, ha már konkrét jelek mutatják a javulást. Kerülni kell mindenféle megerőltetést, feszültséget, mind testi, mind szellemi értelemben. Ellenkező esetben nem várható a kívánt eredmény. Speciális esetek. Rövidlátás A 26 éves tanítónő rövidlátó tíz év óta visel szemüveget, melyet többször erősebb dioptriára kellett kicseréltetni. Mint általában a rövidlátó, ő is ideges természetű, állandóan nyugtalankodik valami miatt. Néha magába zárkozik és egész nap csak álmodozik. Ezek a mentális és emocionális tényezők okai szeme rossz állapotának, amit a helytelen táplálkozási mód még tovább ront. Túl sok fűszeres ételt, cukrot és fehérjét fogyasztott, szinte alig evett gyümölcsöt és salátát. Hátsó nyakizmai az idegrendszer állandó túlfeszültsége miatt erősen összehúzódtak. Kezelése jelen könyvírásakor még tart. A normális látóképesség visszaszerzése érdekében először is az étrendjét állította össze az előzőekben ismertetettek szerint, s attól kezdve betartja. Majd fokozatosan megpróbálta a körülötte lévő világot több nyugalommal és könnyedséggel szemlélni. Fokozatosan hozzászoktatja magát ahhoz, hogy otthon szemüveg nélkül legyen, s csak munka közben használja. Ez csak az első két napon okozott neki nehézséget, aztán megszokta. Minden reggel felkelés után elvégzi a nyakizomlazító gyakorlatokat, ez csak öt percet vesz igénybe. Ahányszor csak módja van rá, hideg vizet spriccel lehúny szemére. Ebédidőben, valamint este munka után általában harminc percet tölt tenyerezéssel, és tíz percig végzi a lebegést. Rendszeresen gyakorolja a memória és képzelőerő fejlesztésére szolgáló feladatokat. Felkelés után következik a szemüveg nélküli olvasás. Eleinte negyed óráig, majd hamarosan egy teljes óráig sikerült eljutnia úgy, hogy közben egyre távolabb tartotta a könyvet a szemétől. Jelenleg két teljes órán keresztül olvas, közben pislog és időnként kipihenni magát. Ennél a gyakorlatnál a legfőbb cél a központi fixálás megerősítése. A szemizmok lazítását célzó gyakorlatokat reggel munkába menet végzi, illetve akkor, amikor módja van rá. Lehetőség szerint 10 percig napoztatja a behúnyt szemét. Az eddigi szemkezelés eredménye, hogy látása gyorsan javul már szemüveg nélkül is kimer menni az utcára, és kezd leszokni az álmodozásról, ami a szemét feszülté tette. Már nem kell erőltetnie a szemét a mindennapi életben. Így edzi tovább a szemét, és ha kitartó marad, egy idő után azt fogja tapasztalni, hogy a szemüvege már túl erős, majd később véglegesen félreteszi. Eleinte kisé nehezen ment neki a tanítás az iskolában, de hamarosan megszokta, és most már csak akkor visel szemüveget, mely az eredetinél sokkal gyengébb, ha ez elkerülhetetlen. Méltán bízik normális látó ereje visszanyerésében. Távollátás Alfred 14 éves, skarlátból visszamaradt komplikációk következtében távollátó fiú. A kezelés megkezdésekor már hat éve viselt szemüveget. A kezelés kezdetén szülei egy természetgyógyászati étrendet alakítottak össze neki. Reggel este végezte a nyakgyakorlatokat, és rendszeresen spriccelte a hideg vizet a szemére. A szemüvegét csak az iskolában, valamint a házi feladatok végzésénél viseli. Megszokta, és már nem esik nehezére, hogy a nap többi részében nincs rajta. Naponta tíz percen keresztül napoztatja a behunyt szemét. Reggel és este végzi a tenyerezéses lazítást, valamint a szemizom gyakorlatokat. Minden este könyvet olvas, kényelmes távolságban tartja a szemétől, hogy ne erőltesse. Időnként pihentetik, közben gyakran és rendszeresen pislog. Elérte azt, hogy normális, körülbelül 38 cm távolságban tartja a könyvet. Néhány hónap elteltével véglegesen letehette a szemüveget. Azóta a házi feladatát is így készíti el. Ennek ellenére kímélni kell a szemét mindenféle túlerültetéstől, nehogy túlfeszítetté vagy kimerülté váljon. Normális látásának visszanyerése most már csak néhány hét kérdése. Szemtengely fertülés A harminc éves tisztviselő a kezelés megkezdésekor tíz éve viselt szemüveget szemtengely miatt. Problémája a szemgolyót körülvevő izmok egyenetlen összehúzódására, valamint a helytelen táplálkozásra volt visszavezethető. Ehhez járult még az is, hogy túl sokat dolgozott mesterséges világításnál. A szemüveg egyáltalán nem segített, sőt a szembetegsége egyre erősödött, és így a szemüveget erősebbre kellett cserélni. Ebben az esetben nem volt más megoldás, meg kellett változtatni az étrendet, és a szemizmokat rendszeresen kellett edzeni. Naponta háromszor végezte a tenyerezéses lazítást és a szemizomgyakorlatokat. Este is reggel elvégezte a gyakorlatokat, és gyakran spriccelte hideg vízzel a szemét. Odahaza egyáltalán nem viselt szemüveget, anélkül olvasott rendszeresen pislogva közben, Gyakori lazításokkal, gyakori lazításokkal. Javította az emlékező tehetségét és a fantáziáját is úgy, hogy betűket vagy szavakat néz a már ismertetett módon. Gyorsan javult a látása. Már befejeződött a kezelése, és szeme ismét normálisan lát. Öregkori távollátás, az 54 éves kereskedő távollátásban szenved, mely akadályozza munkájában. Soha nem hordott szemüveget. Látáshibáját közvetlenül a helytelen étkezési szokások okozták. Túl fűszeres ételeket és túl sok proteint fogyasztott. Azon kívül túl sok fekete kávét ivott és sokat dohányzott. Nála is először az étrendet kellett megváltoztatni, valamint el kellett kezdenie a megfelelő szemgyakorlatokat. Jelenleg naponta kétszer végzi a tenyerezéses lazítást, azután a szemizomgyakorlatokat. Az újságot igyekszik közel tartani a szeméhez, rendszeresen így olvas, erőltetés nélkül. Egyre növeli az olvasásra szánt időt reggel és este elvégzi a nyaggyakorlatokat, és naponta többször hideg vizet spriccel a becsukott szemére. Egyre gyorsabban halad. Három hete tart a kezelése, minek eredményeképpen látóereje megközelíti a normális állapotot. Még néhány hét, és teljesen egészséges lesz. Kancsalság a hét éves gyermekbénulás következtében fellépő idegbetegség miatt a kislány bal szemére kancsal. Gyümölcsből és salátából álló étrendet rendeltek neki, továbbá gerinc csigolya kezeléses kórát kapott. Ez csodát tett. Közben a jobb szemét letakarták egy kendővel, hogy rákényszerítsék a gyenge szemet a látásra. Kezelése jelen könyvírásakor még tart. Naponta kétszer tíz percig végzi a tenyerezéses lazítást, valamint a szemizom gyakorlatokat is. Annyit olvas, amennyit csak bír, de mindig csak a bal szemével. Ezért közben hosszabb pihenőket kell tartania. Speciális utasításokat kap a beteg szemére vonatkozóan, mi alatt a jobb szemet letakarják. Így például a bal szeme előtt vezetnek egy ceruzát jobbról balra, majd balról jobbra, és ezt a ceruzát a beteg szemével követnie kell. Ezeket naponta két-két percig végzi háromszor. Így a kislány szemek kénytelen minden irányba mozogni. Két hónapra van még szükség ahhoz, hogy a szeme normálissá váljon. Ezzel párhuzamosan a gyerek általános egészségi állapota is javulni fog. Szürke hályog. A hölgy 56 éves, mindkét szemén szürke van. A betegsége ugyan még csak a kezdeti stádiumban van, de már megmondták neki, nincs remény a gyógyulásra. Csupán annyit tehet, hogy vár, amíg a szürke kifejlődik, akkor a helyi kórházban műtéttel fogják eltávolítani. Időközben hallott a természetgyógyászati módszerekről, és elhatározta, hogy kipróbálja, hát ha így elkerülheti az operációt. Megtudta, hogy a szürke hályog a szemlencse elszürkülésére vezethető vissza. Ez pedig a tökéletlen anyagcsere során keletkező hulladékanyagok lerakódásának a következménye. Egy szóval, a szervezetet telítődve van mérgező anyagokkal, melyek a helytelen táplálkozás és a káros anyagok hiányos kiválasztódása következtében halmozódtak föl. Azonnal szigorú étrendet írtak elő neki, valamint azt, hogy naponta végezzen beöntést a beleg kitisztítása céljából. Ezen kívül folyamatosan gerinccsigolya kezelést kapott. Naponta kétszer takarta el a szemét fél órára, majd a szemizom gyakorlatok következtek. A nyakgyakorlatokat esténként és korán reggel végezte. Gyakran spriccelte a szemét hideg vízzel, és naponta tíz percig napozott, valamint kétszer végezte a lebegéses gyakorlatot. Egy hónap után azt vette észre, hogy a látása sokat javult, s a közérzete is sokkal kedvezőbb lett. Egyre könnyebben végezte el a szemkezelést. Minden nap olvasott valamit, azon kívül végezte a memória és fantáziafejlesztő, valamint a központi látást elősegítő gyakorlatokat. Folytatta a kúrát, és állapota olyan gyorsan javult, hogy hamarosan mindkét szemével egészen jól látott. Fél év múlva rájött, hogy a természetes kezelési mód nem csak a látó erejét adta vissza, hanem teljesen új egészséget és új életet is kapott tőle megjegyzés. Ezek a példák a leggyakrabban előforduló látáshibák korrigálására szolgálnak. A természetgyógyászati módszerekkel nem csak ezeket lehet meggyógyítani. Számos egyéb szemproblémát is lehet a módszerekkel eredményesen kezelni. Előfeltétel természetesen, hogy a bajt nem szabad sokáig elhanyagolni. Eredményes kúra végezhető például a színvakságnál, szürkületi vakságnál, a szemgolyó rezgése a misztagmosz esetében, gyenge látóképességnél, éppen úgy, mint a szemproblémák eddig említett megjelenési formáinál. A következő fejezetekben részletesen megtárgyaljuk az előbbi szembetegségek okát és kezelési módját. Mielőtt azonban erre a feladatra vállalkozunk, figyelmünket néhány további szemproblémára kell irányítani. Ezek a következők. A retina leválása. Ez általában baleset vagy ütés következtében jön létre, de lehet erős rövidlátás következménye is. Bizonyos esetekben a tenyerezéses lazítás segítő hatású. A legtöbb esetben azonban az eddig ismertetett kezelési módszerek sajnos nem vezetnek eredményre. Lebegő foltok a szem előtt. Ez többnyire funkcionális zavarok következménye például a máj vagy a beseműködési rendellenessége okozza. Ebből következik, hogy ennél a problémánál is szükség van a helyes diétára. Másikok ok, az üvegtestben megjelenő homályokra vezethető vissza. Ezeknek nincs patológikus jelentőségük, mégis gyakran zavarják a normális látást és kellemetlen érzést okoznak. Gyakran itt is szükséges egy tisztító táplálkozási mód alkalmazása, a legtöbb esetben azonban magától megszűnik a probléma, amint a beteg tudatosan próbál megfeledkezni a kellemetlen érzésről. Hozzá kell azonban fűzni. A szerző tapasztalata szerint a Kovaföld biokémiai só formájában történő alkalmazása nem ritkán elősegítheti a lebegő foltok eltávolítását, melyek a sejtek melléktermékeiből az üvegtestben keletkeztek árpa, jégárpa. Ez az egész szervezet rossz egészségi állapotára vezethető vissza. Ezért kiterjedt kezelése van szükség. Jó hatású a meleg keserű sófürdő, három deciliter forró vízbe egy teáskanányi sót téve. A fürdő alatt tartsuk behunyva a szemet. Speciális megjegyzés a szürkületi vakságról. A legújabb kutatások szerint a szürkületi vakságot az A-vitamin hiánya okozza. Ezt a vitamint leginkább a csukamájolajban és egyéb halak májának olajában és az étrendeknél felsorolt A-vitamin tartalmazó további nyersanyagok felsorolásánál találhatjuk meg. Szürkületi vakság esetén ezért naponta kell csukamájolajat fogyasztani tanácsos az étrendet is a korábban részletezett módon megváltoztatni. A szembetegségek oka Sokan nem látják be azt a tényt, hogy a szembetegségek és a látáshibák két egészen különböző kategóriába tartoznak. A szembetegségek így a szürke hályok, zöld hályok, stb. a szemben, valamint annak különböző részeiben és más testrészekben fennálló működési zavarok következtében kialakult patológikus elváltozások eredményei. Sok szembetegség egészen szorosan összefügg a látási folyamattal és akadályozza a normális látást. A hibás látás, így a rövid látás, távollátás, a szem egészének alkalmatlansága az ösztönös pszichológiai látó tevékenység végzésére. Látáshiba kifejlődhet a jó egészségnek örvendő ember esetében is. Ennek oka a szellemi túlerőltetés. De ahhoz, hogy ebből valódi szembetegség fejlődjön ki, szervezetünk más részeinek is közre kell játszania. A konzervatív felfogás követői a szembetegségek okait kizárólag a szemben keresik. Ez viszont nem elegendő. Nem szabad elfelejtenünk, a szem az egész test része, és így, ha a test bármely szervében zavar keletkezik, ez közvetve a szemet is érinti. Az okok feltárásánál ebből kell kiindulnunk. Kétségtelen, hogy olyan embernél, aki teljesen jó egészségnek örvend, nem fejlődhetnek ki olyan szembetegségek, mint például a szürkehájok. A zavarok oka gyakran a legyengülés és a hibás táplálkozás következtében méreggel telítődött véráram, valamint az észszerűtlen életmód. Az orvostudomány hajlamos arra, hogy ezeket az alapvető tényezőket ne vegye figyelembe. Pedig ennek a létfontosságú alapigasságnak a semmibevevése akadályozza a beteget a betegsége valódi okának megértésében, és éppen ezért hátráltatja a gyógyulást. A szokásos orvosi kezelés sok esetben természetellenes és értelmetlen, csak növeli az alapvető képesség hiányát arra, hogy a szembetegségek elsődleges okát megértsük. A szembetegségek közül a legelterjedtebb a szürkehályog. A hagyományos kezelés, vagyis az operáció, észszerűtlen intézkedés, ugyanakkor éppen olyan káros, mint bármilyen más testrészen végrehajtott műtét. Ezzel csak a betegség tüneteit kezelik, de nem szüntetik meg az okát. A természetgyógyászat alapelve a test egység, és minden betegség kezelésénél az egész szervezetet kell figyelembe venni, s a szemkezeléseknél is csak így érhető el eredmény. Ezután a bevezető után térjünk rá az egyes szembetegségekre, melyek közül csak a fontosabbakat tárgyaljuk. A szürkehályok A szemlencse, melyen keresztül a fény a szem belsejébe hatol, az íris, szivárványhártya vagyis, a szem színes része mögött helyezkedik el. Szürkehályog esetén ez a lencse homályos, tehát nem átlátszó úgy, hogy a fény a szembe a betegség kifejlődésével egyre kevésbé tud behatolni. A szemlencse vagy annak nagy részének eltávolítását tartják az egyetlen módnak arra, hogy legyőzzék ezt a betegséget. Mivel a szürkehályogtól szenvedő beteg, ha az operáció után megfelelő szemüveget visel, Képes lesz újra annyira látni, hogy a mindennapi életben tájékozódjék, és munkáját tovább végezhesse. A jelenlegi orvosi gyakorlat szerint minden esetben megvárják, amíg a szürke hájog megérik. Ez évekig is eltarthat, és akkor műtéti beavatkozással távolítják el. És ezzel lezárják az ügyet azzal, hogy a beteg szeme közben egyre romlik, és hogy a kellemetlen műtét tudatával kell élnie, senki sem törődik. Ha a kezelés inkább a betegség okainak, nem csak tüneteinek a megszüntetésére törekedne, nem lenne ennyire reménytelen az ügy. Köztudott, hogy néhány cukorbeteg vagy krónikus vesegyulladásban szenvedő beteg is megbetegszik szürkehályokban. Ez is arra utal, hogy a betegség okát nem csak a szemben kell keresni. A szürke egy toxikus állapot idézi elő, melynek oka, hogy a szervezet éveken át tartó helytelen táplálkozás és a hibás életmód következtében káros anyagokkal töltődik fel. Régóta fennálló székrekedés, szorulás, majdnem kivétel nélkül szürke utaló tényező, éppen úgy, mint egyéb toxikus állapotok például a reumatizmus. A véráram káros, mérgezett anyagokkal telítődik, ezek a test minden részébe eljutnak és lerakódnak az erre hajlamos helyen. Ehhez járul még a túlfeszítettség, a szem kifáradása, a helyi idegfeszültség, s lassan a káros anyagok a szemlencsén kezdik kifejteni hatásukat. Idővel a helyzet rosszabbodik, és kifejlődik a szürkehályog. Ha a betegség kiváltó okát a toxikus állapotot nem szüntetjük meg, a szemlencse elszürkülése évekig elhúzódik. Egy szürkehájuktól szenvedő betegnek nem szabad engedni, hogy a fentebb bázolt folyamat végbe menjen, már a betegség kezdeténél igénybe kell venni a természetgyógyászati módszerek közül néhányat. A szürkehájuk azonban nagyon makacs betegség. Ha már sok év óta fejlődik, akkor nincs más megoldás, csak a műtét. A kezdeti stádiumában azonban van esély arra, hogy a természetgyógyászati módszerek segítenek, vagy legalábbis megakadályozzák a rosszabbodást. A szürkehályok kezelése. Az előző fejezetben említettük, hogy a kezdeti stádiumban lévő szürke a természetes gyógymódok segítségével maradéktalanul meg lehet gyógyítani. Az erősebben kifejlődött eseteknél pedig meg lehet akadályozni a további romlást. A valóban súlyos és nagyon régóta fennálló szürke csak az operáció segít, még akkor is, ha közben alkalmazzák a természetes gyógymódokat. Az előző fejezet megírása után a szerző kapott egy példányt a The Homeopathic World című folyóiratból, melyet G. Ellis Barker adott ki. Ebben beszámol a saját tapasztalatairól a szürkehályok természetes gyógymódokkal történő legyőzésével kapcsolatban. Most ebből idézzük Barker szavait. Nemrégiben felkerestem egy szemorvost, hogy vizsgálja meg a szememet. A szokásos olvasópróba nem volt kielégítő, ezért a tapasztalt szemorvos szemtükörrel vizsgálta meg a szememet. Rövid habozás után közölte, sajnálom, mint két széle, átlátszatlan. Nagy ég, szürke hájog kérdeztem. Ezt most nem tudom megmondani, de az ön helyében elmennék egy alaposabb vizsgálatra. Ezek után nem egy, hanem öt vagy hat specialistát kerestem fel. Mindegyikük megállapította, hogy mindkét szememen párhuzamosan fejlődő szürkehályog van. Nincs más megoldás, ki kell várni, még megérik, s akkor az egyetlen segítség az operáció. Egyre erősebb szemüveget kaptam, de nagyon keveset használt. A szemem állapota egyre rosszabbá vált. Barker úr egy napon találkozott valakivel, aki ismerte a természetgyógyászati módszereket elment egy természetgyógyásznőhöz, aki megvizsgálta a szemét, és biztosította arról, hogy a látása erősen javulni fog, ha a kezelési módokat betartja. Kétkedően hallgattam. Azt mondtam magamban, ha a szemem a gyakorlatokkal hozható, akkor a hat orvos közül legalább egy miért nem mondta ezt nekem. Másrésztről viszont azt gondoltam, a fuldokló egy szalmaszába is belekapaszkodik, így elhatároztam, hogy kipróbálom a kezelést. Ez körülbelül nyolc hónapja történt. A szemem állapotában azóta döntő változás ment végbe. Igen, ezt valóságos csodának lehet nevezni. Ekkor már négy szemüvegen volt, kettő olvasáshoz és kettő a távolban nézéshez. Azért kettő mindegyikből, hogyha az egyiket elveszítem, maradjon pót szemüvegem. Már teljesen a szemüvegektől függtem. Nélkülük tehetetlen voltam. Most azonban mondhatom. A távolban néző szemüvegemet már hónapokkal ezelőtt félretettem. Azelőtt fájt a szemem, ha a szemüveg nélkül mentem ki az utcára. Most akkor fáj, ha felteszem. Az olvasással kapcsolatban meglepő tapasztalatot szereztem. Jó világítás mellett egy közepes nagyságú betűkkel nyomtatott könyvet vagy a Times-t egy-két órán keresztül tudom olvasni szemüveg nélkül s anélkül, hogy közben elfáradnék. Nemrég a következő történt. A kontinensről Angliába a visszatérőben a vonaton öt óra hoztat olvastam egy könyvet egyfolytában, míg a szemüvegem a táskámban lapult. Több hónapi természetes kezelés után Barker úr felkereste az egyik leghíresebb szemspecialistát, hogy vizsgálja meg a szemét. Az orvos a következőket mondta. Nem értem, Mióta utoljára itt járt nálam, az ön szemei csodálatosan rendbe jöttek, pedig tulajdonképpen rosszabbodni kellett volna az állapotának, hiszen ön már elmúlt hatvan éves. Az a szemüveg, amit utoljára felírtam önnek, túl erős, semmi esetre sem szabad viselnie. Ez tehát G. Ellis Barker élménye, azért az emberi, aki Nagy-Britániában egészségügyi téren köztiszteletnek örvend. Kétségtelen, hogy tapasztalata az új szemkezelési módszerekkel kapcsolatban sok szürkehályokban szenvedőben kelt reményeket. És most nézzük, mit kell tennünk, ha önkezeléssel akarjuk szemünket a szürkehályoktól megszabadítani. Először is rendszeresen el kell végeznünk a korábbi fejezetekben ismertetett nyak-szemizom és egyéb szemlazítási és erősítési gyakorlatokat. Naponta annyi időt kell ezekre a kezelési módokra fordítani, amennyit csak lehetséges. Ezután a test alapos megtisztítása következik a káros anyagoktól, hiszen a fenti magyarázatokból egyértelműen kitűnik, hogy ez a szürke hályogot kiváltó legfőbb ok. Ez alapos és hosszú kúrát igényel. Legjobb, ha három-hat napos koplalással kezdjük, amikor csak narancslét vagy vizet fogyasztunk, vagy a kortól és a vitalitástól függően mindkettőt. Ezután a bevezető koplalás után egy alaposan korlátozott táplálkozási módot kell folytatni további tíz vagy tizennégy napon keresztül a következő előírások szerint. Reggelire narancs vagy szőlő, ebédre nyers saláta olívaolajjal vagy citromlével ízesítve, ami az évszak szerint éppen beszerezhető zöldségekből áll. Deszetre mazsola, szilva, füge vagy datoja. Vacsorára nyers saláta, vagy egy-két zöldség a saját levében párolva, például spenót, káposzta, kelvirág, karfiol, sárgarépa, fehérrépa. Burgonyát ne együnk! Vacsora után fogyaszthatunk diót vagy édes gyümölcsöt, mint például almát, birsalmát, szőlőt és hasonlókat. Kenyeret vagy más effélét nem szabad enni, mert akkor az egész diéta elveszíti az értékét. Tíz vagy tizennégy nap után elkezdhetjük a táplálóbb étkezést. Reggelire valamilyen friss gyümölcsöt együnk az évszak szerint, kivéve a banánt. Ebédre vegyes salátát korbakenyérrel vagy roskenyérrel, és hiába főtt burgonyát vajjal. Vacsorára két vagy három párolt halat hetente egyszer, szintén egyszer egy tyúkot. Egyéb húsfajtát kerülni kell. Deszertnek sült almát, párolt szárított szilvát vagy friss gyümölcsöt. Ezeket a koplalási és diétázási periódusokat a kezdéstől számítva két-három hónapon keresztül újra és újra ismételjük. A beleket esténként melegvizes beöntéssel ki kell tisztítani, a koplalás idején ajánlatos gyakran zuhanyozni. Ez nagyon fontos. A száraz ledörzsölés naponta ismételgetve sokat segít, az egész szervezetet felfrissíti és salaktalanítja. Hetente kétszer ajánlatos a forró keserűsós magnéziumszulfátos fürdő. Este és reggel meleg vízzel kell megmosni a behúny szemet. Egy nagy csésze forró vízbe tegyünk egy evőkanál keserűsót. Mossuk a szemet, amilyen gyakran csak lehet, de ügyeljünk arra, hogy közben ne legyen nyitva nem elhanyagolható a friss levegő és a megfelelő sport vagy szabadban való séta sem. Ez két lényeges követelmény. Ha az itt leírt kezelést lelkiismeretesen elvégzik, a korábban ismertetett szemkezelésekkel együtt, akkor a szürkehályoktól szenvedő erőfeszítéseinek jutalmaként hamarosan észreveszi a javulás feltűnő jeleit. Ennek ellenére, mint már említettük, a hosszú évek óta fennálló eseteknél ne reméljük, hogy olyan gyorsan használ a kezelés, mint azoknál az eseteknél, amelyek a kezelés megkezdése előtt nem sokkal keletkeztek. Minden esetben szükség van azonban a türelemre és a kitartásra, hogy eredményt érjünk el. A beteg észre fogja venni, hogy a helyes táplálkozás alapvetően fontos a számára minél inkább gyümölcsből és zöldségből állítja össze napi táplálékát, annál inkább érzi minden szempontból a hatást. Ne fogyasszon fehér kenyeret, cukrot, tejszínt, finomított gabonafélét, zabdara, rizs, stb. Főt burgonyát, pudingot és krémeket, vagy nehéz terhelő élelmiszereket. Ne igyon túl erős kávét és teát, ne fogyasszon alkoholt. Ne fűszerezze a szószokat, a sós pácolt leveket, vagy a hasonló emésztést elősegítő ételeket. Ha meggondoljuk, hogy milyen egyéb kezelési alternatíva van a szürkehályokban szenvedő beteg számára, akkor valóban megéri a fáradtságot az itt vázolt gyógymód kipróbálása. Megjegyzés. Idős személyeknek és olyanoknak, akiknek gyenge az egészségük, nem szabad túlzásba vinni a koplalást, vagy túl erős diétát tartani, orvosi ellenőrzés nélkül. A szívbetegek legyenek óvatosak, feltétlenül kérjék ki orvosuk tanácsát. Továbbá nekik sem ajánljuk a keserű sófürdőt. Ellenben nagyon jó még a váltakozó hideg és meleg szemfürdő. Kötőhártyagyulladás az egyik legelterjedtebb szemprobléma a kötőhártyagyulladás. A legjellemzőbb tünet a szemhéjak vörössége és dúzzadsága, amit néha olyan érzés kísér, mintha porszem vagy apró kavis szem lenne a szemben. Gyakran járul ehhez erős könnyezés, valamint komolyabb esetben alkalmanként gennyes váladék kiválasztódása. A hagyományos orvosi gyakorlat szerint a kötőhártyagyulladás fertőzésre vagy a szem túlerőltetésére vezethető vissza. Biztos, hogy a mesterséges világítás mellett végzett túl sok munka vagy a szem egyéb túlerőltetése kedvez a kötőhártya gyulladás kifejlődésének. De a baj gyökere, a valódi ok az egész szervezetben, vagyis a test általános hurutos állapotában keresendő. Senki nem betegszik meg kötőhártya gyulladásban, aki nem szenved általános fertőzéstől, amit a helytelen étkezés és életmód által szerzett mérgező és káros anyagok okoznak. Az, aki ebben a betegségben szenved, állandóan fázik vagy egyéb, az általános hurutos állapotra jellemző panasza van. A hurut olyan patológikus állapot, amely összefüggésben van az orr a torok nyálkahártyáival, s ezáltal a kötőhártyával is. A nyálkahártya általános hurutos állapota a szem is kiterjed. Ez a kötőhártya gyulladás titka. Emellett közre játszhat még a szem túlerőltetése is, ami a szemstruktúra harmóniáját megbontja. Mihelyt megértjük a kötőhártya gyulladás valódi okát, szükségtelennek találjuk a kenőcsöket és egyéb hasonló gyógyszereket. Az egész szervezetet kell kezelni. A beteg minden bizonyal túl sok erős cukortartalmú ételt fogyasztott. Fehér kenyér, finomított gabonafélék, főtt burgonya, puding, krémek, sütemények, cukorféleségek, lekvárok, cukrás sütemények, torták, és még sorolhatnánk mi minden formájában. Ez okozza az általános hurutos állapotot. Ehhez járul még a túl sok húsétel és egyéb zsíros és nagy proteintartalmú élelmiszer, azon kívül az erős kávé és tea, valamint a túlsózott, túlfűszerezett ételek fogyasztása is. Röviden, a rossz szokások, valamint a helytelen életmód miatt leromlott szervezet a szemet is károsan befolyásolja, ehhez járul a hajlam a szem rossz világításnál való túlerőltetésére. Láthatjuk, hogy csak a test alapos megtisztítása és az átalakított táplálkozási szokások, valamint egy új életmód képes legyőzni a kötőhártyagyulladást. Aki a kötőhártyagyulladással együtt az egész szervezetét meg akarja gyógyítani, az kezdje el a következő kezelést. Legjobb, ha 7-10 napos, kizárólag friss gyümölcsből álló diétát kezdünk. Az évszak szerint válogathatjuk össze a gyümölcsöket. Megfelelő erre a banánt kivéve az alma, a bírsalma, a szőlő, a narancs, az őszi barack, stb. Gyümölcsön kívül semmi mást ne együnk. A gyümölcskóra alatt csak vizet igyunk, mindegy, hogy hideget vagy meleget. Akinél a kötőhártya gyulladás már előre haladott stádiumban van, annak 14 napig kell végezni a gyümölcsdiétát, vagy még jobb, ha a kúra kezdetén 4-5 napot bőjtöl, azután egy olyan étrendet követ, amilyent a szülkehályok kezelésénél közöltünk. Ezek után következik az alábbiak szerinti étrend. Reggelire friss gyümölcs, egy pohár hideg vagy meleg tej ebédre nagy családattál, korpa kenyérrel vagy rossz kenyérrel és vajjal, azután mazsola vagy datoja. Vacsorára két-három párolt zöldség, vagy tojás, vagy sajt, vagy hal. Hús csak egészen ritkán. Hetenként kétszer héjában főtt burgonya is lehet. Második fogás, aszalt szilva, sült alma, vagy bármilyen friss gyümölcs. A fenti ételek mellett mást nem szabad fogyasztani. Az ebédet azonban fel lehet cserélni a vacsorával. A kurát követő néhány hónapban nem árt újra a gyümölcsdiét betartani. Azok, akik bőtölnek és a szigorúbb étrendet követik, két-három havonként ismételjék ezt meg, hogy az egész test alaposan kitisztuljon. Már a kezelés elején is minden esetben szükséges a melegvizes beöntés a belekrendben tartására vagy a zuhany. Egy tiszta vastagbél többet tehet a szembajok kiküszöbölésében, mint azt a legtöbb ember képzeli. Minden olyan eljárás, ami a testet felfrissíti, hasznos kiegészítője a fenti kezelésnek. Ilyen a reggeli szárazledőzsölés, mosakodás, napi gyakorlatok, légzésgyakorlatok, stb. Hetenként egy-két forró keserűs hósfürdő nagyon ajánlatos. Nem szabad elfeledkezni a friss levegőről és a szabadban való mozgásról, korai lefekvésről. Minél egészségesebb életmódot folytat a beteg, annál sikeresebb a gyógyulási folyamat. Ami a helyi szemkezelést illeti, este és reggel keserűs hós meleg vízzel kell lemosni a szemet. Egy teáskanál keserű só, egy csésze meleg vízben. A szemfürdő alatt a szemet gondosan csukva kell tartani. Kötőhártya gyulladásnál is szükséges a csukott szem naposztatása. Ne kenjük a szemet kenőcsökkel vagy hasonlókkal. Nem szabad elfeledkezni a szem kíméléséről. Kerülendő a túl sok olvasás vagy a munka mesterséges fénynél. A lazítási és szemerültetési gyakorlatokat is végezni kell. A tenyerezéses lazítás éppen a kötőhártya gyulladásnál nagyon hasznos. Ezt lehet naponta többször is végezni 10-15 percen keresztül. Mint említettük, a táplálkozás jelentősége kiemelkedő, és minél inkább betartják az itt vázolt étrendet, annál biztosabb a kúra eredménye. Az alapdiétát, vagyis a fehérkenyér, cukor, sok hús, finomított gabonafélék, erős kávé és tea kerülését a későbbi étkezéseknél is be kell tartani. Friss gyümölcs és zöldség mindig szerepeljen a napi táplálék között. Ellenkező esetben a kötőhártya gyulladás hátterében meghúzódó, hurutot okozó mérgező anyagok nem engedik a test kitisztulását, úgyhogy a betegség visszatérésének veszélye továbbra is fennáll. Váljék egészségükre! Köszönöm a meghallgatást! felolvasta Korek Mária.